Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A mai témánk a Szent István Király Múzeum jelene. Egy kicsit a múltról is beszélünk nyilvánvaló, és hogy mi minden vár ránk ebben az esztendőben. Vendégem pedig Pokrovenszky Krisztián az igazgató. Tisztelettel köszöntelek. Szervusz, köszöntöm a nézőket. Nos, én azt gondolom, hogy egy rendkívül fontos történet a Szent István Király Múzeumé, hiszen egy tucat, 12 különböző intézmény itt Székesfehérváron, egy számtalan vidéki, és nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy a nyitvatartás, illetve hogy mi minden változik, vagy változott az elmúlt időszakban. Egy kicsit tekintsünk vissza, hiszen a koronavírus járvány alaposan megnehezítette a ti dolgotokat is. Hogy lehetett átvészelni ezt, hiszen azért nagyon is jól tudjuk, hogy megszoktuk, és nem csak a turisták okán, hanem a székesfehérvári fiatalok, kevésbé fiatalok is azért a múzeumokat járták. Így van. Tehát, ahogy említetted is, a koronavírus járvány az nagyban befolyásolta az egész éves programunkat. Ugyanis ugye előző évben mindig megtervezzük a következő évnek a programját, de ugye eleve úgy kezdődött az előző év, hogy nem voltak nyitva a múzeumok. Tehát gyakorlatilag zárva kellett, hogy elkezdjük az évet. És akkor természetesen mi is egy picit az online tartalmakra mentünk rá, illetve a háttérmunkára, ahol ugye a muzeológusaink tették rendbe a gyűjteményt, illetve egyéb gyűjteménnyel kapcsolatos munkákat tudtak így végezni, amire talán máskor ugye kevesebb idő is maradt, de hát ezt is el kell végezni, meg kell oldani a háttérbe. De gyakorlatilag ahhoz, hogy a nézőinket, látogatóinkat ki tudjuk szolgálni, nyilván egy múzeumnál online térben nem lehet mindent helyezni. Vannak technikák, meg lehet oldani, de ez mégiscsak az az igazi, hogyha az ember az test közelből élőben látja, akár például egy műtárgyról beszélünk, vagy akármilyen programról, vagy netán múzeumpedagógiai foglalkozásról, ugye. Így már nagyon vártuk, hogy kinyissanak a múzeumok, és ugye amikor kinyithattak az országos szinten is ugye az intézmények, köztük mi is, akkor az a nehézséggel kellett szembenéznünk, hogy akkor meg hirtelen minden programot mindenki egyszerre akart megvalósítani. Ugye minden évben csatlakozunk az országos rendezvényekhez is, mint például a Múzeumok Éjszakája, a Múzeumok Őszi Fesztiválja, a Nemzeti Emlékhelye napja is még sorolhatnám. Most volt olyan hónapunk, amikor 4-5 ilyen rendezvény is volt egymás után, és mondjuk a kollégáknak egy szabad hétvégéjük se volt, mert mindig jött valamilyen rendezvény, és arra ugye programokkal kellett készülni, semmi sem a megszokott idejébe történt. Ugye ezek azért aránylag hónapokra elkülönítve szoktak egymástól megvalósulni, de most ugye összetolódott minden. Tehát ez nagyon nehéz volt. De én úgy gondolom, hogy a kollégáink ezt remekül megoldották, és a szakemberek megugrották. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk országos intézményektől, illetve szervezőktől is, hogy például a Múzeumok Őszi Fesztiválja az elmúlt éveket is figyelembe véve, talán a mi esetünkben, a Szent István Király Múzeum esetében most volt a legvonzóbb, legszínesebb, legtartalmasabb. Tehát ennek külön örültünk, hogy ilyen visszajelzéseket kaptunk. A megvalósítás picit nehéz volt, sokat kellett nagyon dolgozni a kollégáknak, extra nyitvatartási időkkel, túlórákkal, de úgy gondolom, hogy amit tudtunk, megtettünk. Kiáltásaink közül és rendezvényeink közül sajnos minden nem valósulhatott, meg ugye nagyon sajnos például a Floráliát, illetve a Hetet-Hét Játékfesztivált, ami előző évben is el kellett sajnos, hogy maradjon. De úgy gondolom, hogy egy tartalmas és a végére tényleg egy kielégítő évet zárhattunk. Igen, ezt megerősíthetem, hiszen ha körülnézünk, csak ha a belvárost nézzük, akkor nyilvánvaló, hogy maga a múzeum, a rendház építése miatt egy kicsit ez másként működik. Ugyanakkor a Fekete-Sas Patika Múzeum, ha közel megyünk, a Hetet-Hét Játék Múzeum, az Országzászlótér és az összes többi helyszín az tárva-várva várta a közönséget, és ez így volt rendjén. A Górzium pedig, hát azért tudjuk, hogy a Nemzeti Emlékhely mellett a Górzium, amely különös figyelmet érdemel esztendőről esztendőre évtizedek óta, és hát nyilván akkor egy kicsit változott, ennek ellenére természetesen azért a Górziumban is volt. Vannak-e a Górziummal kapcsolatos, ha már az idei esztendőt nézzük, olyan tervek, amelyek kiemeltek?
Mindenképp. Még az előző évhez hozzátartozik, hogy nagy örömünkre Gorziumban időszaki kiállítást is tudtunk nyitni, hogy az elmúlt években nem nagyon volt erre példa. Tehát ez mindenképp egy sikertörténet. Így indult, vagy így fejeződött be az évünk, és ugye ez egy áthúzódó kiállítás, amely még most is tart, és az idei évre is tervezünk időszaki kiállítást Gorziumba. De ami Gorziumnak ugye a legjobban hiányzott, az egyértelműen a florália. Most idei évben nyilván a járvány helyzetet figyelembe véve, illetve folyamatosan figyelve majd a változásokat, lehetőségeket, de reményeink szerint idén már végre meg tudjuk két év után ismét tartani ezt a rendezvényt. Nem titok, tehát a múzeum történetében a legnagyobb érdeklődésre számot tartó rendezvény szokott lenni a florália minden évben a maga több ezres látogatottságával. Tehát ez mind múzeumi, mind megyei, és talán még országos szinten is kiemelkedő rendezvény kell, hogy legyen, és reményénk szerint idén az is lesz. Igen, hát az időszaki kiállítások működnek, és nyilván lesznek majd újak is. Viszont a rendház épülete egy nagyon fontos fázisához érkezett, elbontották a másik oldalon már, úgyhogy ezt örömmel tapasztaltuk, közben láttuk is. Hát én azt gondolom, hogy ez a több mint 5 milliárd forintos beruházás éke lesz Székesfehérvárnak, sőt Magyarországnak is. Mikor vehetjük birtokba, és mi lesz az első olyan fontos lépcső, amit majd mi magunk is rácsodálkozhatunk, hogy lám-lám, mi van itt nekünk? Hát így van. Gyakorlatilag egy műemléképületről beszélünk, amihez mindig nehéz hozzányúlni. Viszont én úgy gondolom, hogy mind a tervezők, mind a kivitelezők mindent megtettek annak érdekében, hogy ne csak felújításra kerüljön az épület, hanem hogy fogalmaztál, éke is legyen a fő utcának. És én úgy gondolom, hogy már most igazából, ahogy elsétálunk mellette és ránézünk, ezzel a gyönyörű fehér fala felhívja magára a figyelmet, ugyanakkor mégis megtartja a műemlék jellegét. És amit én mindenképp kiemelnék, és nekem például nagyon tetszik, és ez külön a tervező csapatot dicséri, hogy ugye egy új bejáratot, egy új fogadó részt alakítottak ki a rendházon belül, ami kívülről bár nem nagyon látszik, de hogy belépünk majd a régi gazdasági udvaron keresztül, ugye az lesz majd a fő bejárat. Ott egy olyan újszerű, gyakorlatilag egy üveg, félig üveg épület fogja majd a látogatókat fogadni, ami eleve modern hatású, de mégis olyan jól illeszkedik abba a műemléki környezetbe. Tehát nem akar hasonlítani a műemlék környezetre, egyértelműen elkülönül, gyakorlatilag egy művészi szintre emeli az építészetet, én ezt tudom rá mondani, és maga monumentalitásával, hogy belép majd a látogatót, rögtön kijelzők, információk fogják fogadni, akár aktualitásokkal, akár éppen futó kiállításokkal, programokkal kapcsolatban, illetve egy közösségi térként is funkcionálhat majd a későbbiekben, tehát hogy bárki betérhet majd a főutcáról, megállhat, megpihenhet, megihat egy kávét, tehát mindenképpen kiemelt jelentőséggel. Tehát egy ízig-vérig 21. századi múzeumi környezet várja. Így van. Ugye a tervek már előttünk vannak, és jó, a bejárásokon is ott voltunk, tehát ez minden bizonnyal így lesz. Viszont az idei esztendőre mindenképpen az egyik legfontosabb magyarországi, ha így tetszik, az aranybulla évforduló, a 800. évfordulónk. Mielőtt arról a kiállításról beszélnénk, amely reprezentálja ezt az esztendőt, amelyet egyébként ugye a Magyar Nemzeti Múzeum, a Szent István Király Múzeum és a Magyarság Kutató Intézet szakmai együttműködésével valósul meg, beszéljünk a közelmúltban nagy port kavart. Egyes hírportálok arról számoltak be, hogy jószerivel valamennyi történész, köztük székesfehérváriak is felmondott, úgymond, mert hogy a Magyarság Kutató Intézet vezetőjét nevezte ki Kásler Miklós miniszter ennek az élére. És én pedig olvastam egy nyílt levelet, amelyet Simon László mellett te magad is aláírtál, amelyben megfogalmaztátok, hogy erről szó sincs. Tehát ugyanúgy folyik tovább, csak egy olyan kurátort választottak a Magyarság Kutató Intézet egy szakembere személyében, aki ezt a munkát koordinálja.
Kicsit beszéljünk erről, hogy tisztába tegyük. Nem, hát itt gyakorlatilag a maga a félreértés az vélemény szerint abból adódhatott, hogy ugye akik elkezdték kurátorok, akik egyébként nagyszerű szakemberek, és természetesen nagyon jó munkát végeztek, és színvonalas kiáltási tervet kezdtek összeállítani. Ők gyakorlatilag már nem kurátorként végzik ezt a munkát, illetve de ők továbbra is a Nemzeti Múzeumban dolgoznak. Kásler miniszter úr valóban írt egy levelet a Magyarságkutató Intézetnek, illetve a Magyar Nemzeti Múzeumnak. Én láttam ennek a levélnek a tartalmát, és abban nem az volt, hogy ő nevezi ki, mondjuk ilyen nevét, ugye Makordi Miklós lett most a kurátora a Magyarságkutató Intézetben, tehát nem miniszter úr nevezte ki Makordi Miklóst, illetve vette el a Nemzeti Múzeumtól a kurátori szerepet, hanem ő azt kérte, hogy minden intézmény nevezzen ki két-két kurátort, hogy egységbe tudjuk ezt a kiállítást megvalósítani, illetve mindenkit adja hozzá maga részét ehhez a nemes feladathoz. És a Nemzeti Múzeum főigazgatója, ugye El Simon László kérésére, meg természetesen velünk egyeztetve, azt a javaslatot tette miniszter úr elé, hogy mivel már ilyen szűkös a határidő, és nyilván be kell fejezni ezt a kiállítást, meg kell, hogy nyíljon márciusba. Ezért célszerűbb lenne, hogyha most már egy kézben összpontosulna ez a tárlat, és nem szabdalnánk szét intézmények között. És akkor ő azt a javaslatot tette, hogy akkor így a Magyarságkutató Intézet nevezzen ki egy kurátort, aki összefogja a kiállításnak. De ez hangsúlyozom, a kiállítás forgatókönyvi részére vonatkozik, ugye mellette még a műtárgy kölcsönzések és kivitelezés, belső építészet, egyéb munkák, azok ugyanúgy folynak tovább. Tehát a kiállítás ugyanúgy a három intézmény együttműködésében fog megvalósulni. Annyi változás történt, hogy erre a kérésre, amit miniszter úr természetesen elfogadott később, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója, Horváth Lugosi Gábor, Makoldi Miklóst javasolta a kiállítás kurátorának, és akkor ezt mind a három intézmény végül elfogadta. Így van, és bízom benne, hogy most már mindenki elfogadja, hogy ez így van, és így van rendjén. Nos, akkor nézzük meg, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy ez az Árpádháziaknak állít emléket, ez a tárlat. Az év kiállítása lesz, tehát nem is kétséges, és az, hogy Székesfehérvár adhat otthont a Királyok Városa ennek és a Szent István Király Múzeum konkrétan, az azt hiszem, hogy egy nagyon fontos döntés és elismerésre méltó, hiszen ezzel elismerik a Szent István Király Múzeum munkáját is. Mit várhatunk, hiszen tudjuk, hogy hazai és külföldi tárgyak, különböző tárgyak is érkeznek. Mekkora lesz ez a kiállítás? Egy kicsit mélyüljünk el, hogy mi vár ránk, hiszen most már itt van két és fél hónap múlva a megnyitó. Így van. Tehát ez mondhatjuk is, hogy az évtized kiállítása lesz itt Székesfehérváron mindenképp, még akár a szehozó kiállítást is ide számolva, hiszen ez ugye a magyarságról, az Árpádházról fog szólni, több mint 800 tárgy fog érkezni Székesfehérvárra különböző intézményekből. Több mint 20 intézmény kölcsönöz csak külföldről, a többi természetesen Magyarországon belül különböző múzeumok, egyházi múzeumok, nagyon-nagyon sok intézménnyel állunk kapcsolatba, és itt is egyébként a Nemzeti Múzeum munkatársainak szintén meg kell köszönnöm a munkáját, mert ők segítik a kölcsönzések lebonyolítását, egyébként ez sem változott, tehát a mai napig ők segítik ezt a szakmai munkát. Ugye nekünk azért vidéki múzeumként nincs meg az a apparátusunk, hogy több száz intézménnyel tartsuk ugye a kapcsolatot. Tehát ahogy említetted, mindenképp kiemelkedő abban ez a kiállítás, hogy olyan fantasztikus tárgyak fognak érkezni, ami az Árpádház történetét bemutatja, amit biztosan kijelenthetek, hogy így ilyen formában együtt még soha sehol nem szerepeltek. Tehát ezzel mindenképp egy olyan örök emléket hagy ebben a városban, itt Székesfehérváron, ami országos szinten is ki fogja emelni ezt a kiállítást, tehát nem csak itt helyben, hanem tényleg valószínűleg még külföldről is fognak jönni megnézni, úgyis három hónapig lesz ugye nyitva ez a tálat, és utána bezár,
tehát hogy mindenképp javasolt, hogy ezen idő alatt megtekintsék a kiállítást, illetve ez nem csak egy kiállítás lesz, mert számtalan kísérő program rendezvény, illetve kiemelném, hogy egy múzeumpedagógiai foglalkozás is fog kapcsolódni a tálathoz, tehát ez túlmutat egy úgymond csak kiállítás dolgon. Kiadvány is készül hozzá, kiállításvezetők készülnek, és hát természetesen itt is a technikai vívványhoz is hozzányúlunk, mobil applikáció, online felület, tehát hogy úgy gondolom, hogy minden korosztály megtalálja majd maga számára azt a lehetőséget, ahogy be kíván kapcsolódni ebbe a kiállításba, és bízom benne, hogy tanulni is fognak ebből a kiállításból a látogatók, megismerik az Árpádház történetét remek tárgyakon keresztül, ugye mindenképp, a mi életünkben mindenképp, de úgy gondolom országos viszonylatban is az egyik legjobban várt esemény. Valóságosan is a Kárpát-medence közepe leszünk, így úgy van. Tetszik. Néhány tárgyat, néhány különlegesét azért említsünk meg, hiszen ugye arról volt szó, hogy nagyon sok tárgy érkezik, és azt hiszem, hogy érdekelné a nézőket is, hogy melyek, ami egészen különleges, tehát a szakmán túl nyilvánvaló, hiszen van a muzeológusnak néha-néha más tetszik, mint a köznapi embernek. Így van, tehát így minket is megosztott egy picit ez a kérdés, hogy említetted, mert ugye vannak a kevésbé látványos tárgyak, mondjuk kódexek, vagy oklevelek, ami ugye átlagnézőnek egy darab papírnak tűnhet, de mégis olyan jelentős történelmi esemény, vagy olyan dolog kapcsolódik hozzá, ami a tudományos körben mégis kiemelté teszi ezeket a tárgyakat. Ugyanakkor vannak a alapból látványos tárgyak, ami mondjuk aranyezüst, akár ékszerek, akár viseleti, bármilyen viseleti eszköz, vagy étkészlet, keresztek, bármiről is legyen szó. Ami meg önmagában is látvány és érték, de itt a kiáltáson ugye ezek együtt fognak megjelenni és teljes egészet alkotni, tehát tényleg a faragott kövektől a különböző arany ékszerekig, viseleti tárgyakig minden képviselni fogja magát. Egy kis türelmet kérünk még a részletekkel kapcsolatban, akik követik, egy Facebook oldal is elindult természetesen a kiállításnak, ott mindig fel fogunk majd rakni egy-egy érdekességet, egy-egy frissítést a tálattal kapcsolatban. Ugyanis azt el kell mondanom, hogy még folyamban vannak a kölcsönzési szerződések, és emiatt nem szeretnék konkrétumokat mondani. Jó, de érdeklődéssel várjuk már most. Én azt gondolom, hogy az egész ország így van ezzel. És hát nyilván szakmai konferenciák is színesítik ezt az eseményt. Egy kicsit menjünk el a Nemzeti Emlékhelyre, hiszen ez a másik olyan hely, ami rendkívül fontos Magyarország, illetve Székesfehérvár számára is. Mi várható idén, hiszen azt tudjuk, hogy a koronázási játékok az elmúlt esztendőben, ha szűken is, de megvalósult, ugyanakkor a Nemzeti Emlékhely látogatottsága értelemszerűen a koronavírus járvány okán az most másként alakult, és hát nyilván itt is várjuk már a nyitást. Így van, tehát a Nemzeti Emlékhely az minden évben az egyik legnagyobb látogató számmal rendelkező kiáltóhelyeink közé szokott tartozni. Tényleg az ország minden pontjáról látogatják. Idén ugye a Királyi Napok programsorozatban, meg az Aranybulla emlékében is jelentős szerepe lesz természetesen a helynek. Ezen kívül ki szeretném emelni, hogy a múzeumon belül is, amire most nagyon büszkék vagyunk, elindult egy új irány a múzeumpedagógiai foglalkozásokat tekintve is, és még jobban oda szeretnénk vinni a fiatalokat, iskolás csoportokat, de akár az idősebbeket is a helyre. Számtalan új múzeumpedagógiai foglalkozás került kidolgozásra az előző évben, melyeket reméljük, hogy idén még nagyobb számba sikerül megvalósítani. Az sem titok, hogy a Árpádház kiállítás, ami a rendházban nyílik, ugye korlátozott számban fogja egy időbe
fogadni a látogatókat, és nem lehetnek olyan sokan az épületbe egyszerre. Tehát nyilván kell, hogy a többi kiáltóhelyünk is bekapcsolódjon ebbe a programba, hogy ne ott kelljen várakozni a közönségnek. Tehát nyilván az egyik ilyen helyszínünk természetesen a Nemzeti Emlékhely lesz, ahova ellátogathatnak majd, illetve ugye a Nemzeti Emlékhely mindig kiemelt szerepet játszik a Királyi Napok rendezvénysorozata alkalmával, tehát városi szinten is több intézmény együttműködésében fognak ott megvalósulni programok, az Aranybullával kapcsolatban is természetesen. Reményeink szerint idén már lesz osszárium nyitás is, ugye, hogyha visszaérkeznek a csontok, tehát abszolút tartalmas és színes és egész évben tartó programsorozatokkal várjuk. Nemzeti Emlékhelyek napja, tehát országos rendezvényekhez is idén is csatlakozni fogunk természetesen. És ami a Nemzeti Emlékhely szempontjában egy különleges, hogy ott nem csak mi, mint múzeum szoktunk tényleg programokat rendezni, hanem a társintézményekkel együtt közös programokat rendezünk, ami talán még színesebbé, még változatosabbá teszi ezeket az eseményeket. Bizakodjunk, nem tehetünk mást, én azt gondolom, hogy az Omikron határozza meg ebben az esztendőben is, tehát a koronavírus járvány, hogy mi történik velünk, de én azt gondolom, hogy ezeket a nagy jövő terveket meg kell valósítani így is, úgy is, mert fontosak, és azt hiszem, hogy a 8. évforduló, az Aranybulla évforduló, az egy olyan kiemelt esemény, ami azt hiszem, a mi életünkben az egyik legfontosabb történelmi esemény lesz. Úgyhogy köszönöm szépen, én jó munkát kívánok a múzeum minden munkatársának, ehhez kitartást, és én bízom benne, hogy már márciusban is találkozunk a Árpád kiállítás megnyitóján. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Bízunk benne, köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Pokrovenszky Krisztián, a Szent István Király Múzeum igazgatójával arról beszélgettünk, hogy milyen programok várnak ebben az esztendőben ránk. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!